Pókember igazából durvább, mint a Haribo termék kínálata. Szinte mindenki ízlésének van egy megfelelő belőle, szóval összegyűlhet kicsi, nagy, ízmos, vicces, kemény is, meg annyi spidey a naptárban, és ha összegyűlnek, akkor akár egy komolyabb hadsereget is alkothatnának. Ezzel játszott el 2018-ban a Pókember iránya pókverzum, ami több fronton is nagyon más volt, mint ami ez az átlagos mozinéző hozzá van szokva. Először is. A főse az a Miles Morales volt, aki játékban már igen, mozifilmben viszont még nem kapott reflektorfényt. Ezt a reflektorfényt pedig újrajzolták köré hozzáértő kezekkel, hogy az egyszerre volt érdekes és művészi, de legalábbis egyedi mindenképpen. Az irány a pókverzum minden tekintetben felülmúlta a várakozásokat, így folytatódhatott Májsz és barátai kalandja, amit három részesre terveztek, és hát valljuk be van is erre igény, mivel ha csak úgy találomra összefogdosnánk még néhány spider man a Spider-Man univerzumból, és megkínálnánk őket az első film stílusával, akkor is olyan örömmel mennénk moziba bármikor, mint ahogy az első résznél is tettük. Öt év telt el, és megjött a pókember a pókverzumon át, aminek nagyon hálátlan feladata van. Ahogy egy trilógiában az sokszor lenni szokott, a középső rész ugyanis átvezető jelleget kell, hogy öltsön, ami sokszor önmagában alig áll csak meg a lábán, és nincs ez így sem másképp. A második rész ugyanis nem egy egész film. A harmadik epizóddal együtt alkotnak majd egy teljes egészet, így elvileg marha nehéz megállapítani róla, hogy valóban jó-e, hiszen persze a rossz nem ilyen, csak hát még ott van egy harmadik rész, amit nem láttunk, és elronthat mindent. És mondanám, hogy rád néznek Matrix, de jó rád néznek Matrix. De tegyük a szívünkre a kezünket egy olyan széria, ami két ennyire jó részt tud kitermelni, nem fogja elrontani a legvégére a mutatványt. Az utolsó rész valószínűleg pont annyira kecsesen ér majd földet, ahogy pókember szokott egy-egy nagyobb buglás végén. Közben pörög majd néhányat a levegőben, kicsit kifacsarja a szívünket, majd beviszi a gyomrost, amit mindenkinek szán. A pókverzumonát is pont ezt teszi, de nem szabad azt várni tőle, hogy az ember majd úgy hagyja el a mozit 140 perc után, hogy egy teljesen kerek történetet kapott a mozi egy áráért, viszont azt sem, hogy ennyi időn keresztül menne az alibizés és a különféle pókemberek képbe semmiért ez a film egy zseniális felvezető, egy vélhetően zseniális végjáték elé, ami így is iszonyúan szórakoztat, stílusában pedig teljesen lenyűgöz. Pont úgy, ahogy az első rész is tette. Így ha az sem jött be, akkor megjelentési pókemberként iszonyúan gyorsan lőj ki egy fonalat is libbennyel a mozi elől, mert szenvedni fogsz, mint póksonka a szalonna sütésen. A story pontot veszi fel a fonalat, ahol az első részletette. Mindenki szépen hazament a saját univerzumába, de a helyzet nem lett sokkal jobb. Mindenféle fura lények kerülnek elő különféle dimenziókból, Gwen pedig nem tudja elmondani a rendőr apjának, hogy ő a póklány, amivel csak az a baj, hogy az apjának pont a póklánya legárdázza a bellensége, akit minden áron szeretne letartóztatni. Májsz az 1610-es földön próbálja üldözni a bűnt, miközben vért hogy valahogy egyeztetni tudja a családi teendőit a szuperhős léttel. Nem túl ügyes ebben a zsonglőrködésben, egy napon azonban megjelenik Gwen, aki azóta egy nagyobb bűnöldöző pókliga része lett, és innentől együtt próbálnak megfékezni egy olyan főgonoszt, akivel többen sem tudnak elbánni, és akinek létezéséhez másznak is elég nagy köze van. A pókverzumonát pontosan úgy viselkedik, ahogy az elődje. A nagy erénye viszont nem az, hogy eddig nem annyira ismert Spidey-kat húz elő a kalapból, akik a képregényeket követőknek lehet, hogy már ismertek, de nagyvásznon még sosem jártak. Hanem inkább az, hogy nagyon nagy energiákat fordít a főhősei és antihősei karakterének kidolgozására. Gwen sem csak egy kicsit hisztis és depressziós lány, hanem egy nagyon is komoly erkölcsi dilemmával küszködő fiatal nő, akire pont az apja jelenti a legnagyobb veszélyt. Más sem csak egy mélabús, kicsit kelekótya, de szerethető tini, hanem egy szintén komoly dilemmával küszködő srác, akinek nagy súly szakad a nyakába, és igen, mondhatnánk, hogy nagy erővel nagy felelősség jár, de ehhez még hozzátenném azt is, hogy szinte lehetetlen döntések is, hiszen hogyan tudna dönteni az ember, ha a szerettei és a világ sorsa között kell választania. A pókverzumon át eleinte nem is tűnik súlyos morális kérdéseket feszegető filmnek, de idővel kiderül, hogy sötétebb a megszokottnál is feltesz pár olyan kérdést is a szuperhős létről, amit a Marvel filmes univerzuma sosem tenne meg. Bemutatja, hogy milyen lemondásokkal jár ez a bizonyos nagy erő, és hogy milyen jellemtorzulásokat képes okozni. Mindezt százezres fordulatszámon pörögve, a legkülönfélébb animációs stílusok összemontírozásával még az első résznél is sodróbb lendülettel meséli el úgy, hogy nem tűnik soknak a 140 perc, akkor sem, ha nem fut ki a célállomásra a történet, hanem megáll egy kellően sötét ponton, ahol mindent bajós hangulat vesz körül. De ennél jobbat alig ha tehetne! A főgonosz volt egy igazán érdekes és rengeteg potenciállal kecsegtető genya, akit szerencsére nem vesz félváról a film, és egyszerre igyekszik úgy az egyik legnagyobb és legkíméletlenebb ellenféli avanzsálni, hogy közben nem felejt el a mozi az eredet történeteként sem működni. Más és Gwen továbbra is szerethetőek, az új csapat tagjait sem kérnéd meg, hogy ugyan lengedezenek már valahol máshol, bár az tény, hogy ezúttal az új tagok háttérsztoriát csak nagyon vékonyan keni fel a forgatókönyv, épp annyira, hogy a semminél mégis többet tudjunk a frissen bevezetett karakterekről. Közben a film pont azt teszi, amit elvársz tőle, ráadásul teljesen pofátlan módon. Egymás után dobálja be az easter és a cameókat, olyanokat is, amelyekre álmodban sem gondoltál volna. Szinte minden képkockát ki lehetne elemezni, hogy mit rejtettek el rajta, és szinte minden képkockán el is lehetne ámulni, hogy micsoda művészi értéke van. A pókverzumon át vizuálisan maga a nagybetűs művészet, egyszerre képregényes és mozifilmes, ahogy az előző rész is volt, az arányokat pedig valahogy sikerült tökéletesen belőni, hiszen épp akkor, amikor túl sok lenne, a vizuális orgiából, visszasasszézik, hogy nehogy túl sok legyen belőle. De ez így is csak egy fél film. Majd meglátjuk jövő márciusban, hogyan ér véget ez a pókbulit, de a befejezés tejjel és mézzel folyó tigér ígér, szóval elég nagyok az elvárások. Mégsem valószínű, hogy végül a falnak csapódna ez a sok pókember. Túlságosan magabiztosak ezek a filmek ahhoz, hogy a végén egy béna ugrással arcra essen. Ja, hát pont így gondoltam.